hegy, ami romba döntheti Budapestet. A fürdő, ahol többen követtek el öngyilkosságot. A víz, ami leleplezi az elvesztett ártatlanságot. A híd, aminek pillérjeiben mozi működik. Egy barlangrendszer a Várhegy gyomrában, ami megunt szeretők csontvázait őrzi. Az épület, amit a Queen világhírű frontembere Freddie Mercury is megvásárolt volna. És még számtalan érdekesség a Gellért-hegytől a parlamentig, Pesten és Budán, amit nem tudott. Úgy, ahogy nem látta még. Madár távlatból. Fővárosi szárnyalásunkat a Gellért-hegyjel, a Gellért-fürdővel és a Sziklakápolnával kezdjük. Ezután belenézünk a Szabadságszobor arcába, majd átrepülünk a Citadella, a Várkert bazár, a Rudas és a Rácz-fürdő fölött. Aztán átszállunk a Clark Ádám térre, majd a budavári siklóval párhuzamosan benézünk a várba is. A parlament, a Széchenyi tér, a Szent István tér a bazilikával lesz az, amit ezután megsasolunk, és teszünk egy légikeringőt az Erzsébet tér, a Deák tér és a 7. kerületben a Dohány utcai zsinagóga körül is. Persze a pesti Broadway-t, azaz a Nagymező utcát, a Liszt-Ferenc teret és az Oktogont sem hagyjuk ki. Végül elsiklunk az Andrássy út, a Hősök tere és a Városliget fölött is. A Szent Gellértre járás a 17. században nem egyszerűen egy Gellért-hegyi kirándulást jelentett, főleg nem az újbor forrása idején. A legenda szerint ugyanis ebben az időszakban boszorkányok találkozó helye volt a mai világörökségi helyszín. Itt üléseztek és itt járták közös táncukat a kor üldözött némberei. A 17. században a Gellért-hegyi boszorkányok jelenléte olyannyira hétköznapi volt, hogy a hegy gyakran szerepelt boszorkányperekben, mint mágikus táncok és szeánszok helyszíne. Több mint 150 évvel ezelőtt a budai közgyűlésen Kelem Bércnek keresztelték a hegyet. Mivel ezügyben új határozat azóta sem született, ezért a Kelem Bérc elnevezés ma is helytálló lenne a Gellért-hegy megnevezésére. A főváros egyik meghatározó pontja egyedülálló növényekkel. Magyarországon ugyanis kizárólag itt él a sárgás habszegfű. A megannyi füge és rózsabokrot pedig a törökök hagyták ránk emlékként. Egyes feltevések szerint a Gellért-hegy a Várhegyjel egy tömböt alkotott, a sziklát azonban az ördögárok vágta ketté több ezer év alatt. A pogányok által névbe taszított Gellért püspök legendáját őrző hegy egy törésvonal mentén alakult ki. Ennek köszönheti barlangjait és hőforrásait. A szóbeszéd szerint ez a törés okozza majd a hegy összeomlását és Budapest pusztulását. Tudományos érvelésként ábrákkal illusztrálva jelent meg 1980-ban egy japán tudós cikke a Newsweekben arról, hogyan csúszik majd a Gellért-hegy a Dunába, és miként pusztítja el ez a folyamat az egész fővárost. A cikk olyan riadalmat keltett, hogy a Gellért-hegy repedéseit betonnal foltozták be. Sokan szabadságot vettek ki, és az ország fővárostól távoli pontjaira utaztak, hogy biztonságban legyenek. A Gellért-hegy belseje olyan műszaki bravúrokat is rejt, mint a 80 ezer köbméter kapacitású víztározó, vagy a Gellért-fürdő alatt tekergő labirintus rendszer, ahol 50 fok meleg, gőz, helyenként több centis víz és egy gyönyörű aragonit kristály barlang bujkál a kíváncsi szemek elől. A sokak által csak sörnyítóként emlegetett szabadságszobrot a német hadsereget Budapestről kiverő szovjet hadsereg haditettének emlékére állították 1947-ben.
A nő alak, aminek kicsinyített mása Farkas Bertalannal a világűrt is megjárta, a szovjet csapatok kivonulása után is a helyén maradt, de az előtérben álló 6 méter magas szovjet géppisztolyos bronzkatona, a nagy kőkatona és a sárkányölő alakok a csapatokkal együtt elmasíroztak a Gellért hegyről. Közkedvelt városi legenda, hogy a szobor a fronton repülő balesetben meghalt Horthy István kormányzó emlékműve. De ez a szobrász kisfaludi Strobl Zsigmond szerint alaptalan feltételezés. Minden esetre évekig azt beszélték, hogy a 14 méter magas hölgy az eredeti tervek szerint propellert és nem pálmaágat tartott volna a kezében. Hát a városi legendák már csak ilyenek. A szoborhoz modellt álló Turánszky Gál Erzsébet egy fiatal apáca növendék volt. A Vorosilov szovjet marsal által vezényelt kivitelezés a megbeszélt időpontra el is készült, legalábbis ami a nő alakot illeti. A két kisebb szobor 47-ben az átadás napján még csak gipszből készült el, de mivel a csúszást a regnáló hatalom nem akarta beismerni, megtévesztették a publikumot, és a gipsz alakokat patinás hatású festékkel bevonva avatták fel a szabadság szoborral együtt. Ahogy a szoborcsoport, úgy a citadella sem volt mindig kedvelt a fővárosiak körében. A Pestre néző, ágyúállásokkal felszerelt fellegvárat Hajnau a pesti lakosság megfélemlítésére építette. Ez a tény addigra már bőven feledésbe merült, mire George Bush itt jártakor a budapesti Bastille-ként emlegetett citadellán tartotta a CNN által is közvetített magyarországi beszédét. Erzsébet királyné, népszerűbb nevén Sisi, a citadella építésekor 1850-ben még a fegyelmezett úri kisasszonyok tinédzser éveit élte. Később, amikor gőzhajóval, immár Ferenc József feleségeként, királynőként érkezett Budapestre, gyakran sétálgatott a Várkert bazár róla elnevezett lépcsőjén. Az évtizedek óta tartó álmából nemrégiben felkeltett várbazár így nézett ki ébrezgetés közben, az átadás előtt 2 hónappal. A bazár 30 évig tartó álomba szenderülése egy 1980-as Edda koncerttel kezdődött. Ekkor omlott be a bejárathoz vezető lépcső kőfala. A több mint 30 éves álom előtti időszak azonban kész mesekönyv. A várbazárban működött ágyúöntő műhely, lóhajtású vízszivattyú, volt ezen a helyen temető, női festőiskola, arcképcsarnok, szálló, műterem. Na és persze itt kapott helyet a híres Ifi Park. Nincs is olyan a 60-as, 70-es években fiatalságát élő fővárosi, aki ne járt volna a tízezreket megmozgató, szigorúan ellenőrzött koncerteken, vagy csak úgy táncolni, szórakozni és persze ismerkedni. A legendás helyen még a kor meghatározása szerint az ifjúságot romlásba döntő jazz is felcsendült. Fiúk részére a nyakkendő és az öltöny, lányok részére a szoknya volt a kötelező viselet. A szabályok betartásáról Schmasser csapat gondoskodott. Tilos volt a lekérés, a nem twist zenére történő twistelés, egy lány több fiúval való, vagy fiúk egymás közt történő twistelése. Később a szigorú szabályok enyhültek, és megrövidültek a szoknyák. Legendás partihely lett a Várkert bazár. Bizonyára sokat tudna mesélni a Várkert kioszk, vagyis a kaszinó épülete is. A kaszinó eredetileg a királyi palota vízellátási rendszerének gépházaként épült. A 6 teremből álló ciszterna rendszer kavics rétege szűrte meg a vizet a királyi palota lakói számára. Míg a Várkert bazár felől táncdalok, a sziklakápolna irányából zsoltárok törték, törik meg a budai csendet. A pálos rendhez köthető kolostorban az itt feltörő forrásoknak köszönhetően állandó 20 fokos hőmérséklet van. Ma már kevesen tudják a pálosokról, hogy igencsak jól bántak a pénzzel. A 18. században vagyonuk 4,5 millió birodalmi forintra rúgott. Ebből a pénzből pedig másokhoz képest alacsonyabb kamattal, a szegények és betegek számára pedig kamatmentesen adtak kölcsönt.
Az 50-es években ávósok törtek be a sziklakápolnába. A szerzeteseket elvitték, a bejáratot pedig vastag betonréteggel falaszták be. A rendszerváltás óta a rend ismét visszaköltözött a sziklakápolnába. Időközben pedig Lengyelországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban, az egykori Jugoszlávia utódállamaiban és Svédországban is egyre több követője lett az első magyarországi alapítású szerzetes rendnek. Talán a sziklakápolnába is ellátogatott Richard Nixon, Yehudi Menuhin vagy Julianna holland királynő, akik a mézes heteiket a szomszédos Gellért fürdőben töltötték. A Gellértbe járó prominens vendégsereg mindig is nagyon érdekelte a budapestieket. A fürdő egyik úszómestere titokban elkattintott lesi fotóiból Miniszterek gatyában címmel kiállítás is készült. Egy lengyel művésznőt nem a hírességek, sokkal inkább az akkor még nők számára tiltott terület, a fürdő férfi részlege érdekelte. Rejtett kamerákat helyezett el a fürdő területén, és férfinak álcázva vegyült el a hímnemű fürdő vendégek között. Az elkészült videót a Velencei Biennálé mutatták be. A Gellért fürdő díszítése is rejteget egy érdekes történetet. A belső mozaikok kivitelezője jobb reklámfogást nem is találhatott volna annál, mint hogy a fürdő mozaik padlójába a saját telefonszámát is belekomponálja. Megszámlálhatatlan mennyiségű pletyka kering arról, hogy esetenként mi minden zajlott a budapesti fürdők falai mögött. A Rudasból a főváros többször rendelettel igyekezett kiszorítani a kéhölgyeket, de a Martinovics összeesküvés után megszaporodó, a kádfürdőként berendezett kabinokban elkövetett öngyilkosságokkal szemben is nehéz volt felvenni a küzdelmet egészen addig, amíg a hídjaink fel nem épültek. Innentől kezdve az életüknek önként véget vetni akarók a fürdők helyett ugyanis a Dunát választották. Kevésbé horrorisztikus történet, hogy a Budapesten készített nagy sikerű Borgyák című angol televízió sorozat első évadában látható nápolyi fürdő jelenetet a Rudas fürdőben forgatták. Lehet, hogy a stáb tagjai is kipróbálták Budapest legmelegebb 29 Celsius fokos gyógyvizes uszodáját és a gyógyvizes medencét, aminek hőmérséklete nem kevesebb, mint 42 Celsius fok. Talán a tényeket is elhomályosító gőz az oka, de a Tabánban élő szerbekről elnevezett rászfürdő sincs hiány a különös történeteknek. Több száz évvel ezelőtt úgy tartották, az itteni iszapnak szőrtelenítő hatása van, sőt, a rác vizének segítségével a lányok ártatlanságáról is le lehet rántani a leplet. Ha ugyanis ebből a hévízből cseppentenek 2-3 cseppet egy szűzlány orrába, az 2-3 jókedvűen tüsszent. Ha azonban elmarad a tüsszentés, ott a szeplőtelenség már odaveszett. Régen a meztelenül fürdőző férfiakat és a nőket deszkakerítéssel választották el, de az akkori legszabadabb fürdőben a kerítés gyakran omlott össze, persze teljesen véletlenül. Akkoriban a Rácban fürdőzők még nem használhatták az Erzsébet hidat, ha Pestre akartak átjutni. Manapság ezen a hídon a nap mint nap ingázók közül nem sokan tudják, hogy tulajdonképpen egy, kizárólag a karbantartók számára látható mozi alatt hajtanak át. A vízzel vezető nyílásokon beszűrődő fény ugyanis a hídon haladó forgalom színes, fordított képét vetíti a belső vaslemezekre.
közel 20 évig az Erzsébet híd világrekordernek számított. Mivel a Duna ezen a szakaszon 270 méterre szélesedik ki, bravúros építészeti teljesítménynek számított az 1900-as évek fordulóján, hogy középső pillér nélkül függő híddal kötötték össze Pestet és Budát. A világháború végén 1945-ben a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Csaknem 20 évvel később, 1964-ben sikerült újraépíteni, azóta látható a mai formájában. A híd megépítése miatt a Pesti híd főnél álló belvárosi plébánia templomnak kis híján költöznie kellett. Az építéskor egyre világosabbá vált, hogy a templom épp a híd útjában van. Ezért a lebontáson kívül az is felvetődött, hogy egyszerűen fogják és arrébb helyezik. A templom végül maradt, közben pedig a Dunakorzó is kiépült, hogy azoknak a külvárosiaknak is legyen hol üldögélniük, akiknek kávéházra nem tellett. Na persze nem a Buchwald székeken, mert hogy az sem volt olcsó mulatság. A vas- és fémbútorgyár tulajdonos Buchwald Ferenc ugyanis engedélyt kapott a fővárostól arra, hogy a zöld területeken, így a Dunakorzón is vaskaros székeket helyezzen el. Használatukért pedig a Buchwald néni közreműködésével 20 fillért kérjen el a pihenni vágyóktól. Szerencsére a királylány ingyen és bérmentve üldögélhet a korzó korlátján. A népszerű szobrot Marton László legidősebb lánya ihlette, aki tabáni otthonukban gyakran játszott királylányosat papírkoronával a fején és fürdőköpeny palástal a vállán. Károly, velszi herceg annyira megkedvelte a szobrot, hogy addig nem is távozott Magyarországról, amíg be nem szerzett egy másolatot. Nem üldögélt még itt a kis királylány akkor, amikor a pesti vigadó helyén egy elegáns kávéház udvarában, citromfák árnyékában nézhette a Duna hajóforgalmát az úri közönség. A világ első sztereó közvetítése viszont már a vigadó épületében történt. A farsangi íróbálon a Nemzeti Színházból a vigadó közönsége fülkékben hallhatta a Hunyadi László dallamainak közvetítését. A National Geographic szerint a világ hetedik legszebb villamos útvonalán haladó kettes villamossal a Széchenyi térre jutunk. Széchenyi idejében a mai Gresham palota helyén még Budapest legnagyobb területű lakóháza a Nákó palota állt. Az épülettől sosem állt távol a luxus. A földszinten irodák, az épületet átszelő üvegkupolás vasszerkezettel lefedett passzázsokon előkelő boltok kaptak helyet, az emeleteken pedig elegáns lakásokat alakítottak ki. A közlekedést mahagóni liftek segítették, a kényelmet gőzfűtés és központi melegvízellátás biztosította. Ma az épületben a világ 33 legjobbja közé sorolt szálloda működik, összesen 179 szobával. A palota igazi unikuma a második emeleten található királyi lakosztály, azaz a Royal Suite. A királyi lakosztály egy éjszakára közel 1.300.000 forintba kerül, ami az adót és a reggeli árát nem tartalmazza. Ráadásul, ha a hazánkba látogató királyoknak esetleg a belügyminisztériumban lenne dolga, nem kellene messze menniük, csak ide a szomszéd épületbe. A mai belügyminisztérium ajtaja Széchenyi korában még egy egészen más világra nyílt. Fürdőző hölgyek és urak áztatták, kényeztették és gyógyították magukat az eredetileg Dunafürdőnek, majd később az itt álló szoborról Diana fürdőnek nevezett épületben. A földszinten fürdő, a felső szinten lakások voltak, az egyik lakás ablakából pedig a Duna, a Lánchíd és az akadémia épületének legnagyobb szerelmese figyelte a környéket. Itt lakott Széchenyi István. Széchenyi nem csak gúnyos megjegyzéseket, de halálos fenyegetéseket is kapott a Lánchíd költségesnek és képtelennek tűnő terve miatt.
A sors fintora, hogy végül nem egy kritikusa, hanem dédelgetett álma, maga a Lánchíd sodorta életveszélybe, amin Széchenyi soha nem kelhetett át. Az építés során 11 láncot húztak fel gond nélkül, azonban az utolsónál baleset történt. A láncot felhúzó csigasor egyik láncszeme szétpattant. A lánc rázuhant az úszóállványra, amit összetört, majd beleesett a Dunába. A műveletet az állványról szemlélő emberek, köztük Széchenyi István szintén a Dunába zuhantak. A híd 10 éves építkezés után végül 1849-re lett kész, de Széchenyi ekkor már nem volt Magyarországon. Számos anekdota fűződik a hídhoz. Legismertebb, hogy a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük. Ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy a Dunába ugrott. Az oroszlánoknak valójában azonban van nyelvük, csak ez alulról, a járda szintjéről nem látszik. Az első budapesti autóbusz vonalak egyikét a Lánchídon vezették át, de a hídon omnibusz is közlekedett. A két vontató ló mellé a pesti hídfőnél egy harmadikat is befogtak, hogy könnyebben vontassák fel a kocsit a híd közepéig, majd onnan tovább az alagútba. Mint minden nagy beruházást, az alagút építését is sokan kritizálták. Egyszerre kezdték a hegy két oldalán a fúrást, ezzel egy időben pedig felülről középen aknát mélyítettek William Clarkék a Várhegy gyomrában. A közvélemény nem hitt abban, hogy a két vájat valaha is összeér majd. Az igazi akadályt azonban Hajnau jelentette, aki úgy gondolta, hogy az alagúttal a vár erősségét akarják aláaknázni. A tér forgalmas csomópont. Buszok, autók, gyalogosok keresztezik egymás útvonalát. Legkülönlegesebb járműve azonban a budavári sikló. Széchenyi fia Lyonban szeretett bele a gőzhajtással működtetett kötélvontatású vasútba. Az eredeti gépészeti megoldások olyan tökéletesen szolgálták a célt, hogy a kezdeti időkből mindössze egyetlen üzemzavarról maradt feljegyzés. Az is a hajtógép jogosulatlan kezelése miatt történt. 1896. június 17-én a miniszterelnök estéjéről a várból lefelé induló újságírók kérték a fűtőt, hogy szállítsa le őket kötélvasúttal. Aki azonban nem volt megfelelően kiképezve az üzemeltetésre. Meg is történt a baleset. A kocsi a késői fékezés miatt az első ütköző baknak rohant. Nem siklóval, hanem lóval közlekedett a várnegyed egyik leghírhettebb lakója, az ördöglovas, Sándor Móricz. A mai köztársasági elnöki hivatal épületét, a Sándor palotát édesapja építette az 1800-as évek elején. A klasszicista stílusú épületet 1867-ben a Magyar Állam kibérelte, később megvásárolta. Így a kiegyezéstől kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 1945-ig a mindenkori magyar miniszterelnök rezidenciájaként szolgált. A háborúban szinte teljesen megsemmisült, de újjáépítették. 2003-tól pedig a Magyar Köztársaság elnöki hivatalának ad otthont. A budai várnegyed legalább olyan érdekes a föld alatt, mint a felszínen. Föld alatti barlangrendszer segítette a várlakók vízellátását, a Szent Koronát is őrizték a pincékben, és az ország aranykészletének egy része is itt, az Úri utca 72-es szám alatt volt elrejtve. A vár alatti 11 emelet mély bunkerből irányították az ország elektromos ellátását. A legenda szerint a török pasák a vár alatti pincékbe falasztották be, illetve a föld alatti kutakba dobták be megunt háremhölgyeiket. Raboskodott itt a korábban szövetséges Vlad Tepes, vagyis Dracula, Mátyás király foglyaként. A királyi palota utolsó királyi lakója az 1900-as évek elejéről Ferenc József ifjú utódja, IV. Károly volt, akinek koronázása a babonások szerint megjövendölte a világháború kimenetelét. Történt ugyanis, hogy a koronázási ceremónián Károly lobogó palástal lóháton vágtatott fel a koronázási dombra, hogy kardjával megtegye az országot minden támadástól megvédő 4 vágást, de lova megbotlott, és a súlyos fejedelmi korona megbillent a fején.
Mátyás király uralkodása IV. Károlyénál sokkal hosszabb és gyümölcsözőbb volt. Ez idő alatt kétszer is megházasodott, mindkét alkalommal a Mátyás templomban. A templom emlékkönyvét többek között a japán császár, Bush elnök, Lady Diana, a norvég király vagy Margaret Thatcher szignója ékesíti. A hagyomány szerint itt halt meg egy szertartás közben a rózsák atya, Gülbaba. A templom dzsámi időszaka alatt pedig egy leomló fal rémítette halálra az imádkozó törököket. A fal mögül ugyanis egy Mária szobor nézett farkas szemet a térdeplő iszlám hívőkkel. A templom alatt és a mellette fekvő temető területén mintegy 300 négyzetméteren gépház gondoskodik az elképesztő turista forgalmat lebonyolító épület szellőzéséről. Nem legenda, hanem tény, hogy a templom egyik tornyának felső részén egy immár üresen álló lakás van, ahol a 60-as években bulikat is rendeztek. Ma már nehéz volna elképzelni, hogyan festhetett a halászbástya vörös téglafalként, pedig a 18.-19. századi pest-budai emberek még ilyennek látták. Csak ezután döntött úgy a városvezetés, hogy a Mátyás templom előtt égtelenkedő falat bizony rendbe kell rakni. Sulek Frigyesnek köszönhetően a hét Kárpát-medencében letelepedő törzs megfelelőjeként magasodnak ma is a halászbástya tornyai. Ez a terület látta el a királyi székhely és az alatta húzódó halászváros védelmét, de itt próbált meg Hunyadi László is elmenekülni a fogságból. Mátyás király idejében még zsúfolt halpiac húzódott az oldalában, ahol kofák tucatjai kurjongattak minél hangosabban, hogy elkeljen a pulton lévő folyami hal. Tavaszi és őszi áradásokkor, mikor a Duna kilépett a medréből, a piacot is elmosta volna, ezért az árusok a halászbástyára vitték portékájukat. Amíg a budai oldal legfontosabb épületéből lóháton pipázgató bolondos ördöglovasok, pincébe vetett vérengző fejedelmek, halálra rémült törökök és az itt rejtegetett ország aranya suttognak hozzánk a múltból, addig a Duna túlsó oldalán magasztosan néz velük farkas szemet a főváros és az ország legfontosabb épülete, az országház. Így fér meg ma a Duna két oldalán a királyi múltat jelentő budavári palota és a köztársaságot hirdető parlament. De hogy mégis kinek jutott eszébe ide költözni, vagy épp ezeknél a lépcsőknél fürdőzni a Dunában? Hogy miért cipelték a folyó jegét az országházban? Miért kínoztak és ítéltek halálra több száz állatot a Szent István téren? Vagy ki volt Budapest vőlegénye, aki sosem hagyta el a fővárost? Melyik országban készítették el a hősök terének másolatát? És miért volt illetlenség a csónakázó tavon korcsolyázni? Kiderül, ha velünk repülnek a második részben is. Folytassuk utunkat a pesti oldalon. Buda legfontosabb épületének, a budai várnak szándékosan lett a szembeszomszédja Pest legfontosabb épülete, az országház. Magyar alapanyagokból magyar mesterekkel építették a világ harmadik legnagyobb parlamentjét. A Magyar Országház egy dunai hajókázás alkalmával a hazánkban koncertező Queen együttes frontemberének, Freddie Mercury-nak is megtetszett. Olyannyira, hogy az elmondások alapján szívesen meg is vette volna az épületet. Mélyen a zsebébe kellett volna nyúlnia ahhoz, hogy megvásárolja azt az országházat, amit Európában elsőként fűtöttek távfűtéssel. A rendszer a mai napig sem meleg vízzel, hanem forró gőzzel működik. A levegőcserét légkutak biztosítják. Korábban ezekben a kutakban tárolták a Dunából kiszedett jeget. Nyáron ezzel hűtötték az épületet. Az országház egyik legérdekesebb része a bonyolult tetőrendszer. A furcsa figurák nem csak díszítő elemek, némelyikük praktikusan villámhárítót tart a kezében. A vízköpőknek azonban nincs gyakorlati szerepük, a vízelvezetésről csatornarendszer gondoskodik.
A történelem során az 55 magyar király fejére nehezedő szent koronán és a koronázási ékszereken kívül az épület egy merénylet emlékét is őrzi, egy elnöki asztalba fúródott golyó nyomát, ami Tisza István célozta a múlt század elején. Ahogyan a Dunában sok más szakaszon, a parlament előtt még a II. Világháború elején is meg lehetett mártózni a vízben. A fürdőzőket a nyílt folyóvíztől gerendákból ácsolt, kabinokkal és szekrényekkel felszerelt fakeret választotta el. Clark Ádám újításának köszönhetően veszély esetén gyakorlatilag az egész medence kiemelhető volt a Dunából. Aki az 1800-as évek elején indult fürdőzés után a Kossuth térre, még egy beépítetlen, szemét lerakó gödrön ment keresztül, amit csak a betömése után neveztek el tömőtérnek. A parlament megépülésekor a környék tele volt kisvályogházakkal, amik időközben olyan épületeknek adták át helyüket, mint az igazságügyi palota. Ez az épület alakította az Alkotmány utcából felvillanó országházzal együtt Buenos Aires-t Madonna oldalán az Evita című filmben. Egykor a Kossuth téren állt Andrássy lovas szobra is, ami rejtélyes körülmények között tűnt el a helyéről. A legnagyobb valószínűség szerint mérete miatt beolvasztották, és a Sztálin szoborban formálódott újra. A világháború után, amikor Budapest összes hídja használhatatlanná vált, a Kossuth teret híd kötötte össze a Batthyány térrel. 10 éven át használták a mindössze 2 hónap alatt felépült Dunai átkelőt, ami az újrakezdés szimbólumává vált. A Batthyány tér történetéről elnevezései mesélnek leginkább. Amikor ezt a helyet Felső Vásártérnek hívták, itt volt víziváros központja, természetesen hatalmas piaccal. A kikötő és az itt áthaladó országút miatt fontos csomóponttá vált a tér, ezért került ide a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása. Erről árulkodik a szomszédos Gyorskocsi utca. A következő keresztelőn a Bomba tér nevet kapta, hiszen az ágyúgolyók tárolására a 19. században katonai őrházat építettek itt. A régi épületekhez az 1800-as évek második fele óta néhány lépcsőfokon lesétálva lehet csak lejutni. Az árvízvédelem miatt feltöltötték a térszintjét. A 18. században láttak hozzá a Szent Anna templom építéséhez, 150 évvel később pedig egy hajszál híján a lebontáshoz. A metró építésekor ugyanis talaj munkálatokra hivatkozva felmerült a templom lebontása, de a 4 évig tartó húzavona után végül elálltak a tervtől. A belső kialakítás több helyen is utal arra, hogy a Szent Annának a többi plébánia között is különleges küldetése van, a vakok oltalmazó temploma. De kriptája oltalmat nyújtott a II. Világháborúban, hiszen óvóhelyként használták egészen addig, amíg egy vízbetörés miatt a bejárat felső lépcsőjéig és a főoltár terítőinek aljáig tele nem lett vízzel a templom. A nehéz padok úgy úsztak, mint a tutajok. Ekkor a tér már éppen 100 éve viselte a mai nevét, amit Batthyány Lajosról kapott. De az örök mécses, ami szintén a miniszterelnök emlékét őrzi, már a Duna másik partján lángol örökké. Nagy Imre első magyarországi szobrától nem messze pislákol a Batthyány örök mécses. Ezen a helyen az új épület egykori udvarán végezték ki Magyarország első felelős miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Fogvatartásakor, az utolsó látogatáson felesége becsempészett neki egy tört, amivel Batthyány súlyos sebesüléseket okozott magán, de végül Hajnau parancsa vette el az életét. Az 50-es években épült ki a Kossuth tér és a Szabadság tér közötti terület alatt 38 méter mélyen megbújó rákosi bunker, aminek az egyik szellőzője még mindig látható az egykori tévészékház előtt. A tőzsdepalota épületét úgy tervezte Alpár Ignác, hogy az egyik teremben napközben se változzanak a fényviszonyok, annak érdekében, hogy a gabona mintákat gond nélkül vizsgálhassák.
A földszinten működött a hírhedt Upor kávéház, ami a fekete kereskedelem hírhedt központja volt. A magyar televízió beköltözésekor új szinteket alakítottak ki az épületben, és megépült a mikrotorony, aminek talán az amerikai nagykövetség közelsége miatt a szóbeszéd szerint a hírszerzéshez is közelhetett. Persze lehet, hogy ez is csak egy újabb városi legenda. A Zrínyi és az Október 6-a utca sarkát egy kedves arcú, pocakos úr, a békebeli csendőr szobra őrzi. Ruházatát többnyire csak az idős korosztály tudja korhoz kapcsolni. A biztonságot sugárzó rendőr ugyanis az 1909 és 1945 közötti közrendőrök ünnepi ruháját viseli, fején Zrínyi sisakkal. Budapest legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi pontja, a Szent István tér, nem volt mindig szent. Volt idő, amikor mai szemmel nézve kimondottan kegyetlen dolgok történtek itt. A 18. században ugyanis ezen a területen egy hetszínház üzemelt, amely a pesti állatviadalok, más szóval állathetszek számára volt fenntartva. Volt itt medve, kutya, bika, farkas, és mindez nem is volt illegális, hiszen már Mária Terézia gödöllői látogatásakor is hasonló műsorral szórakoztatták a főurakat. Később ezt a durva szórakozást fokozatosan felváltotta a cirkusz, és végre sor kerülhetett arra, hogy az épület helyére valami más kerüljön. Lipót város egyik gazdag polgára kihasználta az alkalmat, és egy kis plébániát építtetett ide. Nem sokkal ezután, mint egy 1000 hívővel megalakult a hivatalos lipótvárosi plébánia, és ezzel együtt elkezdődött a gyűjtés egy komolyabb templomra. A bazilika megépítésére az árvízzel küldtek jelet az égiek, ugyanis több száz ember a korabeli Szent István tér közepén található természetes dombon tudott csak megmenekülni a víztől. A Szent István bazilikát három építész több mint 50 évig építette, ez alatt kupolája háromszor omlott be. Budapest második, Magyarország harmadik legmagasabb épülete latinul hirdeti: én vagyok az út, az igazság, az élet. A Szent István bazilika őrzi Szent István királyunknak a legenda szerint magától mumifikálódott jobb kezét. Úgy tartják, hogy amikor a szenti avatáson Szent László jelenlétében felnyitották István király sírját, a földi maradványok között jobb kezét épségben találták. A szent jobbot többször ellopták, végül Mária Terézia közvetítésével kerülhetett vissza hozzánk. Azóta a bazilikában biztonsággal őrzik, ahogy az épület bombabiztos pincéje vigyázott a II. Világháborúban a Magyar Országos Levéltár értékes gyűjteményére és sok menekültre is. A Bajcsi-Zsilinszky útnak és a Deák térnek a bazilika csak a hátát mutatja. A korábban például káposzta piacként emlegetett tér egyik legérdekesebb épülete az Anker Biztosító Társaságról elnevezett ház. Az építészetileg máig is vitákat kiváltó épületet Pest legízléstelenebb házának tartották. Az első kritikusa az anekdoták szerint az építész Alpár Ignác felesége volt, aki csak ennyit mondott az Ankerház láttán: na de Ignác, nem szégyelli magát? Hofi Gézának, aki az Anker köz egy alatt lakott, nem kellett sokat sétálnia a Deák téri evangélikus templomhoz, ahol Kossuth Lajos két fiát keresztelték. Sokan találtak itt menedéket a nagy pesti árvíz elől. Gimnázium, lelkészhivatal, könyvesbolt, múzeum, óvoda és sok más épület együttese alkotja azt a kis területet, amit evangélikus szigetnek neveznek. Sokan beszélnek meg találkozót a templom előtt, akik a környék és az Erzsébet tér valamelyik szórakozó helyére indulnak. A történelem során sok más célja is lehetett azoknak, akik itt terveztek programot. Volt itt temető, alkalmi vásártér, bűntanya, német színház, kioszk, tejcsarnok, nemzeti szalon. Rengetegen indultak a buszpályaudvarról külföldre. A 80-as években például sokan bőrkabátért és szörmebundáért Törökországba. Deszkavárosnak csúfolták a teret az állandóan felépített és elbontott fabódék miatt.
Bár az 1800-as években busás borravalóért az éjjeli őr átkísérte az arra járókat a házikók között, a deszkaváros kétes lakói miatt nem volt tanácsos ezen a környéken sétálgatni. Abban az időben, amikor az ideköltöző zsidó kereskedők miatt a teret zsidó térnek keresztelték át, a köznyelv csak heftis bajeszoknak, azaz orros házaknak hívta az épületeket. Itt épült meg Európa legnagyobb zsinagógája is, aminek bejáratánál kisebb építészeti törésvonal van, hogy az épület Jeruzsálem felé nézhessen. A zsidó vallás szabályaival ellentétben a világon egyedülálló módon a Dohány utcai zsinagóga kertje egyben temető is. A kertben álló szomorú füzet mintázó fa elkészítését a Tony Curtis által alapított Emmanuel alapítvány segítette. A zsinagóga felújításához nagyban hozzájárult a magyar felmenőkkel is rendelkező Lauder család, amely az Estée Lauder luxus márkáról lett világhírű. A környéken több kóser étterem és kóserbolt működik, ahol megkóstolhatjuk például Ráhel Flódniát, de rághatunk kóser rágógumit is. Működik itt parókabolt is, hiszen az ortodox zsidók szerint a nők legszebb éke a hajuk, amit csak a férjük láthat. A Király utca alatt állítólag olyan pincerendszer húzódik, ahol régen a kóser borokat tárolták. Az éjszakai élettől hangos Király utca mellett a világörökséghez tartozó Andrássy út inkább a nappali séták színtere. A budapesti Champs-Élysées-en sétálgatott Pepita nadrágban, elefántcsont sétapálcájával Fridmanicki Paci, a kockás báró, Budapest vőlegénye, vagyis Podmanicki Frigyes. A báró a Városligeti tó partján fogadott örökhűséget a fővárosnak, és még a rekkenő nyári melegben is Budapesten nyaralt, sosem hagyta el a fővárost. Kezdetben errefelé tanyák voltak, a lovak patáit kímélendő fakockás útburkolat, az operaház helyén pedig mocsár, majd betyárcsárda állt. Később épp Podmanicki lett az operaház intendánsa, aki annyira szívén viselte az opera sorsát, hogy egyszer előadás közben maga rohant fel a színpadra, hogy arrébb vigyen egy ott felejtett széket. Az operaház házmesteréről is sokat cikkeztek egy időben az újságok. Történt ugyanis, hogy a házmester az opera ördögpadlását több zsáknyi trágya tárolására használta, a bűz pedig még azokat a méltóságokat sem kímélte, akik az úgynevezett inkognitó páholyban foglaltak helyet. A pesti Broadway színházait, a Liszt Ferenc tér nyüzsgő kávéházait és Budapest legforgalmasabb nyolcszögletű csomópontját, az oktogont elhagyva, elérkezünk a mintarajz tanodából kialakult képzőművészeti egyetemhez. A képzőművészet mekkája köré a 19. században művész utcák alakultak ki. A Lendvai utcában szobrássor, a Bajza utcában festők műteremházai épültek. Itt lakott Feszti Árpád, Jókai nevelt lányával Rózával és Jókai Mórral együtt. Feszti reggelente Kürtszó mellett lovagolt ki a mintarajz tanodához tartozó epreskertből. Kertjében majmok, pávák, gólyák sétálgattak. Az Andrássy út 60-as szám mellé már nem rendelt ilyen idilli nyugalmat a történelem. Elsőként szálasiék bérelték az épületet, a nyilasok ide gyűjtötték be és kínozták az ellenállókat. Később, az 1950-es években Péter Gábor kommunista politikus, az államvédelmi hatóság vezetője ragaszkodott hozzá, hogy az ÁVÓ és az AVH is itt rendezkedjen be. Mivel a fogvatartottakat már nem tudták az épület celláiban elhelyezni, a szomszédos házak alatt pince börtön labirintust építettek ki. 46 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a terror központja, az Andrássy út 60-as számú ház újjászülethessen. A hely
ahol a kommunista rendszer ellenségeinek kikiáltott embereket tartották fogva, kínozták és ölték meg, ma már nem tagadja meg a múltat. Így nyitotta meg kapuit a Terrorháza Múzeum. A Kodály körönd az Andrássy út meghatározó csomópontja. Ezt Kodály Zoltán is így gondolta. A körönd egyik házában töltötte élete nagyobb részét. A Kodály körönd is a milleniumi kisföld alatti egyik megállója. A kisföld alatti kezdetben még egy szakaszon, a Hősök tere után a föld felszínen haladt. Automata fényjelző biztosította, hogy a kocsik állomásnyi távolságban kövessék egymást, és hogy a vezető pontosan tartsa be a sebességet. Az akkori közlekedési szabályok szerint balra tarts elrendezéssel építették ki, ezért voltak a lejáratok sokáig fordítva. A középső utastér bal oldalán külön fülkét szántak a dohányos uraknak, jobb oldalán pedig a hölgyeknek. A járműveket a végállomás és a kocsiszín között mukik, azaz villamos vasúti motoros fedett teherkocsik vontatták az állatkerti úton át. A kisföld alattiban rejtőzött el az az állatkerti oroszlán is, aki a világháború idején szökött el és napokig bujkált a járatokban. Ebben az időszakban a fókák közül is csak egy maradt életben, mégpedig az, amelyiknek íz lett a hazánkban is beszerezhető csukamájolaj. Az elefántház egyik betegeskedő lakója nem háborús sérülés miatt, hanem ízületi panaszai miatt még hévizet is megjárta. Az orvos ugyanis gyógyvizes, iszapos kezelést írt fel fájós lábára. Az állatkert története a kiegyezés előtti évben kezdődött, és bár a császár rossz szándékot feltételezett az alapítás mögött, végül Ferenc József maga is ajándékozott állatokat Budapestnek. A közönségnek a kezdetekkor Kristóf, a barna medve volt a kedvence. Miatta Deák Ferenc egy időben minden nap felkereste az állatkertet. Sokszor halljuk, hogy kezdetekben az állatkertben embereket is bemutattak. Ez így is volt, de ezek az emberek az önként ketrecbe vonuló Sebők Jánossal ellentétben nem kerültek rács mögé, hanem a kertben tartottak etnográfiai bemutatót. Ha kicsit kisebben és ma már leromlott állapotban, de ez a látvány nem csak a budapesti Hősök terén fogadja az arra járót. Kínában is van egy Hősök tere másolat. Az egészben az a legkülönösebb, hogy az építmény titokban került oda. Hivatalos magyar szervtől sem engedélyt, sem adatot nem kértek hozzá. Bár Chicagóban is van egy milleniumi emlékpark hasonló oszlopcsarnokkal, mi maradjunk csak a fővárosinál. Budapesten ezen kívül még három Hősök tere létezik. Egy Rákosszent Mihályon, egy Soroksáron, egy pedig Rákosligeten. A leghíresebb, UNESCO-s világörökségi listán is szereplő Hősök terének megtervezésével Sikedanc Albertet bízták meg pályázati kiírás nélkül. Ez nagy felzúdulást keltett az építészek körében. Az építkezés során a 36 méteres oszlop okozott különösen problémát. Az első felállítási kísérlet kudarcot vallott. A lehorgonzó szerkezet ellenére ugyanis összeomlott. Végül megoldották az oszlop stabilizálását, és tetejére Gábriel arkangyal került. Gábriel a hét főangyal egyike, de az igazság angyalaként és az Édenkert őrzőjeként is emlegetik. A legenda szerint második Szilveszter pápa a lengyel uralkodónak ígérte Attila koronáját, miközben azt István, a magyarok fejedelme is követelte. A pápának álmában megjelent az arkangyal, és azt parancsolta, hogy annak a követnek adja oda a koronát, aki reggel érkezik hozzá. Másnap korán reggel István fejedelem követe érkezett Lóháton. Ekkor a pápa megáldotta a koronát, és küldött mellé egy apostoli keresztet is. Árpád vezér és a honfoglalók lovainak lába alatt 970 méter méről feltörő kincs, ártézi víz csordogál, amit még Zsigmondi Vilmos fedezett fel az 1800-as évek végén. Híres királyaink és fejedelmeink szobor alapanyagának kiválasztásánál is becsúszott egy kis hiba.
A szobrok nem öntvények, hanem bronzlemezből domborítással készültek, belsejükben pedig vasvász szerkezet biztosítja alaktartásukat. Készítésükkor nem vették figyelembe, hogy a két fém találkozása rozsdásodik, ez pedig idővel szinte teljesen felemészti a bronzlemez anyagát. A szobrokat a 2000-es évek elején ezért fel kellett újítani. A Hősök tere tulajdonképpen az elmúlt évszázad sokszor véres és vörös lenyomata is. Érdekes egybeesés, hogy Michael Jackson History című klipjét a Hősök terén forgatta. A klipben szintén a diktatúra vörös színei, a katonai szigor, Gabriel arkangyal helyén pedig a popstar monumentális szobra jelent meg. A sarkon álló egykori jugoszláv, ma szerb nagykövetség épületébe menekült 1956. november 4-én Nagy Imre miniszterelnök és több vezető politikus a családtagjaikkal, miután Jugoszlávia felajánlotta a menedékjogot számukra. Nem sokkal Nagy Imrék megjelenése után szovjet páncélosok és tankok vették körbe a jugoszláv nagykövetség épületét, ellenőrzésük nélkül senki sem mehetett be vagy ki. Alig több mint 200 évvel ezelőtt a Városligeti tóhelyén nagy mocsaras terület volt. Akkor még senki sem sejtette, hogy a kietlen, terméketlen ingoványból egykor zöldvízű tó lesz. A tóból egy sziget fog kiemelkedni, a szigeten pedig egy mesebeli várkastély épül majd. Annak a helynek, ahol ma a Liget gyönyörű parkját találjuk, már a középkorban is kiemelt jelentősége volt. A krónikák szerint itt hívta össze az országgyűlést 4. Béla 1241-ben, itt vadászott Mátyás király, és állítólag itt volt Dózsa György főhadiszállása is. Az elvadult vidékkel sokáig senki sem törődött. Rendezésére csupán a 18. században Mária Terézia jóvoltából került sor, aki rendeletben adott utasítást a mocsarak feltöltésére és fák ültetésére. Bár az 1860-as években a korcsolyázást a felsőbb körök a hölgyek számára illetlen foglalatosságnak tartották, az orvosok pedig kifejezetten ellenjavaltnak gondolták, mégis megalakult az első pesti korcsolyázó egylet. Ezzel együtt pedig elindult a Városligeti korcsolyázás története is. A legenda szerint Zsigmond király egyik győzelmes hadjáratából hazatérve szerelembe esett egy gyönyörű lánnyal, Erzsébettel. Szerelmük zálogaként a lány egy gyűrűt kapott a királytól. Erzsébet hamarosan életet adott Zsigmond király fiának, így hát gyűrűstül, gyerekestül útnak indult a királyi udvarba, Budára. Útközben egy holló szemet vetett a gyűrűre, kikapta a kisfiú kezéből, a tolvajlási kísérletért azonban életével fizetett, lenyilaszták. Mikor Zsigmond meglátta a zálogba adott gyűrűt, a kis Jánosnak adományozta Hunyadot, és a család jelképévé tette a csőrében gyűrűt tartó hollót. Így lett Hunyadi János, Vajda Hunyad ura. Ez persze az eredeti, Dévától 20 kilométerre tornyosuló Vajda Hunyad vár legendája. Ennek a várnak a fő homlokzatából, no meg például Ják, Pécs, Besztercebánya, Lőcse, Brassó, Szepes Csütörtök, Bártfa, Gyulafehérvár és Gödöllő építészeti emlékeiből csípett ki egy-egy szeletet Alpár Ignác. A különleges háromdimenziós magyarországi építészeti tárlat először nagyrészt fából, később a nagy sikerre való tekintettel tartós anyagokból épült fel a 896-os milleniumi ünnepség alkalmából. A tavon nyaranta egykor nem csak csónakázni lehetett, sokszor rendeztek itt halászfesztivált. Az elsőt és a legemlékezetesebbet József Nádor kezdeményezte 1839-ben. Az összegyűlt tömeg feszülten figyelte, ahogy a fesztivál legfőbb attrakciójaként Schwarz halászmester és csapata egy óriási vizát fog ki, majd szalagokkal díszítve körbeviszi a városban, végül pedig kiméri. Mivel a tó nem csatlakozott a Dunához, valószínűleg az előző nap a folyóból kifogott halat az éjjel csempészték át a ligetbe.
Bár Budapest rengeteget változott, múltról mesélő nosztalgikus hangulatát máig megőrizte. Így nem kell sok képzelőerő ahhoz, hogy megelevenedjen a Városligetben vadászó negyedik Béla, hogy a magyar koronával a kezében repüljön el az oszlopról Gábriel arkangyal, hogy ott sétáljon az Andrássy úton Fridmanicki Poci, és lássuk az erkélyen a lován pipázó ördöglovast, hogy halljuk még a Várkert bazárban az ifi klub udvariasan mulató fiataljait, és lássuk a Gellért hegy felett repkedő boszorkányokat. Ráadásul úgy, ahogyan csak ritkán láthatjuk. Madártávlatból.